Szia, szeretettel köszöntelek, újra folytatom az apró kis érdekességeket, és ismét Csontvárival folytatom. Felmerült a kérdés elég sokszor az évek folyamán, hogy vajon mivel festhetett Csontvári. Ugye leginkább arra gyanakodtak, hogy olajjal készültek a képei, de aztán ez kiderült, hogy nem olajjal festett. A Magyar Nemzeti Galéria is vizsgálta a képeit, két kutatás is elindult ez ügyben, de mind a kettő félbe szakadt. Az viszont biztos, hogy megállapították, hogy nem olajfestékkel dolgozott, hanem egy temperához hasonló festékkel, ami ilyen paszteles színt adott. A 21. században a pécsi János Pannoniusban őrzött képét is megvizsgálták, és ott is megállapították, hogy a festék, amivel dolgozott, az nem olaj volt. És lehet, hogy ő is gasfestékkel festett. Még akár az is előfordulhat. Holnap újra jövök.